utazás. Bankkártyák, befektetési alapok, lakástakarék. Nálunk önök mindig otthon vannak. Legyen a barátunk. Váltson baráti kört tagkártyát. Egyszerre támogat és kedvezményesen látogat. Kitűnő ajándék is lehet ünnepi alkalomra. Járjon rendszeresen színházba, baráti kör tagkártyával. A színház élni segít. Munkaerő közvetítés és kölcsönzés. HR tanácsadás. Trenkwalder Multimen. Új állások napról napra. A Trenkwalder Multimen Kft. Piacvezető személyzeti szolgáltatóként teljes körű HR szolgáltatásokat kínál munkavállalói és megbízói számára egyaránt. Irodánk Pécsett a Bajcsy-Zsilinszky utca 9 szám alatt a forrásüzletház mélyföldszintjén található. Telefon 72 532 058. www.trenkwalder-multimen.hu. Trenkwalder Multimen, a munka jövője. A Pécsi Kulturális Központ Kelet-Nyugati Átjáró című program sorozatának célja, hogy évről évre bővülő program kínálatával egyre tágasabb horizonton mutassa be a Balkán kulturális sokszínűségét. Az európai viszonylatban is egyedülálló kezdeményezés megteremtheti egy kivételes találkozó, egy kulturális dialógus lehetőségét is. Az átjáró két fő vonulata egy konferencia sorozat és egy zenei fesztivál volt. Kelet-nyugati átjáró 2007 a Balkánnal, a Balkánról címmel szeptember 14 és 17-e között az Örökség Fesztivál Pécsi Napok keretében tematikus tudományos programsorozat indul, amelynek célja, hogy évről évre bővülő kínálattal mutassa be a Balkán kulturális sokszínűségét. A Kelet-nyugati átjáró két fő részből tevődik össze. Az egyik a Balkán Világzenei Fesztivál, a másik az első találkozó a Balkán kapujában nemzetközi interdisziplináris konferencia, amelynek meg nyitóját és első tudományos ülését a Pécsi Kulturális Központban tartották. Az EKF felvezető éveivel párhuzamosan szeretnék európai szinten is megjeleníteni ezt a programot, mondta Fenyvesi Kristóf, a projekt koordinátora. Méhes Márton, az EKF Pécs 2010 program művészeti vezetője elmondta, úgy látja, a Pécsi Kulturális Központ sikeresen indította el ezt a nagyszabású tervet, amely együttműködés jelent többek között a Pécsi Tudományegyetem bölcsészettudományi karával is. Nem kétséges, hogy a tematikus megközelítés és a minőségi elvárás is egyszerre teljesül, hangsúlyozta Méhes Márton. Lajkó Félix hegedű művész adott koncertet a Zsolnai gyár színpadán. A vajdasági születésű zenész a Balkán Világzenei Fesztiválon mutatta meg rendkívüli tehetségét a nagy érdeműnek. Ebben műfajon nem lehet megismerkedni, tehát hogy az ember vagy olyan vénája van, hogy tud improvizálni, vagy nem tud improvizálni, de hát ez se jó, se rossz. Mondjuk rá, én tudok improvizálni, más nem nagyon tudok, tehát konkrét műveket nem tudnák játszani soha, mert nem megy nekem. Nem tudom őket megjegyezni, semmi. Pályafutása során több neves együttessel is dolgozott. Adott koncertet Boban Markovicsal és Alexander Balanescuval. Tagja volt a Makóz és a Rituál Nova zenekarnak. Számos alkalommal fellépett a világhírű japán butótáncossal, mint Tanakával. A zeneírás sem áll távol tőle, a Szabadkai Népszínház Közellenség című darabjának például a teljes zenei anyaga az ő nevéhez fűződik. Szerepelt már több nagyjátékfilmben is, sőt Jancsó Miklós egy kis filmet is készített róla, Játsz Félix, játsz Szimmel. Idén pedig egy főszerep is dukált a művésznek, a 39. magyar filmszemlén mutatják majd be a Delta című filmet, amelyben az elhunyt Bertók Lajos szerepét vette át.
Köszöntöm Önöket továbbra is innen a Széchenyi térről, a szőlésbor ünnepéről, és ismételten arra biztatnám kedves nézőinket, ha tehetik és kedvük tartja, jöjjenek ide közénk, hiszen ahogy az imént talán a képekről is látták, egyre többen kíváncsiak arra, hogy milyen események tartítják itt a mai rendezvény sorozatot, amennyiben nem tehetik, 7 óráig velünk követhetik nyomon az itt zajló eseményeket. Most pedig bemutatnám két új vendégemet itt az alkalmi stúdióban. Elsőként Orbán Jolánt, a Pécsi Tudományegyetem docensét, kezicsóklom, és Méhes Márton urat, az EKF program művészeti igazgatóját. Köszönöm szépen, hogy itt vannak. Az imént a nézők láthatták azt az anyagot, ami készült, ugyebár a Kulturális Központ által szervezett Kelet-nyugati átjáró című programsorozatot. Ön pedig talán kevesen vannak itt Pécset, aki a balkáni viszonyokat, illetve a Balkánt magát jobban ismernék. Milyen lehetőséget rejt az a fajta szerepvállalás, amit Pécs betöltet itt a balkáni kapu szerepkörben? Azt gondolom, hogy Pécs már nagyon régóta a Balkán kapujában van, de most ideje, hogy újra ezt a kérdést megvizsgáljuk, és erre vállalkoztunk mi a konferencia keretében. Arra gondoltunk, hogy a Balkán fogalmát érdemes lenne újra gondolni, újra értelmezni, és mint kulturális tér, és mint a felbeszéd, a kultúrák közötti párbeszéd tereként újra értelmezni. Ez volt a szándékunk, és mivel azt gondoljuk, hogy a kultúra egy tág fogalom, irodalom, filozófia, képzőművészeti, zene is beletartozik, ezért próbáltunk egy olyan konferencia sorozatot és egy összművészeti workshopot létrehozni, ahol mindezek a hangok megjelenhetnek. Tehát ezért volt konferencián belül filozófiai előadás, ugyanakkor megpróbáltuk kimozdítani a szokott helyekről, és kivinni a közterekre is, köztéri beszélgetések színén, illetve a Zsolnai gyárba vittük a kiállításokat és a koncerteket. Így a vendégeinknek is megmutathatuk, és magunknak is, hogy Pécsnek nagyon különböző terei vannak, és ezeket érdemes számunkra belakni, vagy újraértelmezni. Hogy egy picit hűek maradjunk a mai naphoz, találhatunk egy olyan aspektust itt a kapcsolattartásban, hogy ez a szőlésbor ünnepe. Lehet-e ez is egy kapcsolódási pont itt a kulturális főváros és egyáltalán a Balkán kapuja összefüggésében, hogy a népek között valami közös nevezőként fellépjen? Azt gondolom, hogy igen. A bor az nagyon fontos eleme, mindenre alkalmas. Nyilván, amikor valakivel párbeszédet kezdünk, akkor meghívjuk egy pohár borra, és ez azt hiszem, hogy ez a vendégszeretet gesztusa. Ilyen értelemben óhatatlanul a vörös bor vagy a fehér bor és a kultúra összetartozik, a filozófiával is összefüggésben van, és azt kell mondanom, hogy a külföldi vendégeink nagy örömmel kóstolták és fogadták el a pécsi nagyon finom borokat. Tehát mindenképpen kezdete lehet egy ilyen párbeszédnek, és az Örökség Fesztivál, a bor ünnepe, ez különösen is alkalmas ilyen rendezvényeknek a létrehozására. Igazgató úr, ön is egyetért ezzel az állítással? Abszolút egyetértek vele. Hát egyrészt valóban arról van szó, hogy párbeszéd az igazán bor mellett működik jól, de hogyha egy kicsit filozofálni akarjuk a dolgot, akkor azt el lehet mondani, hogy ugye egyrészt van egy racionális megközelítése ennek a Pécs a párbeszéd városa mottónak, ami nyilván konferenciákban, nyilván fesztiválokban, kulturális eseményekben nyilvánul meg, de van egy érzelmi síkja is a megközelítésnek, és az pedig pontosan az, hogy milyen vidéken élünk, valóban közelebb érezzük magunkat talán a déli, délkeleti, esetleg délnyugatias vidékekhez Európában, mint a nagyon északihoz. Ehhez természetesen hozzátartozik a borkultúra is, ami végül is egy kulturális főváros kínálatnak biztos, hogy része kell legyen. Én mindig úgy érzem, hogy Pécs csak és kizárólag olyan szlogeneket keres magának, ami fajta függetlenséget, egy sokszínűséget áraszthat. Itt a mediterrán hangulatokról beszélek, a Balkán kapuja, a határtalan város, tehát úgy gondolom, hogy mi eleve úgy üzenünk a világnak, Európának, hogy hozzánk bárki jöhet, szívesen látjuk, és természetesen egy állandó átjárást és egy nyitott kaput biztosítunk Európa valamennyi nemzetének. Én azt gondolom, hogy Pécsnek ez a történetéhez is hozzátartozik, és ehhez a történeti hagyományhoz kell nekünk hülyek maradni a későbbiekben is. Egy olyan megkülönböztető jelzője Pécsnek, amelyre érdemes szerintem építeni, mert valóban, hogyha valaki Pécset először jár és meglátja a Dzsámit, vagy tovább megy és a Lénau házba ütközik, vagy a Horvát Kulturális Központba ütközik, vagy a piacra megy és látja a népviseleteket, vagy a bosnyák részében megy, akkor látja, hogy ez évszázadokon keresztül működött, és azt gondolom, hogy a kultúra jegyében ezt a későbbiekben is számunkra kell tartani. A Fenyvesi Kristóffal együtt rendeztük a konferenciát, és az ő ötlete volt ez a Kelet-nyugat átjáró, amelyben Magyarországon belül a regionalizmus és a decentralizáció jegyében Pécs valóban meg tudja kapni kapuját a kelet és a nyugat irányába. Ezért mi Amerikából is kihívtunk meghívottakat, akik nyugat felől és nyilván Amerika felől látják Pécs városát, és Szlovéniából is, meg szeretnénk Törökországból is nyilván egyre inkább közelíteni a déli
mi szomszédainkhoz is ezekkel a meghívásokkal, hogy felfedezzék saját maguknak Pécset, és mi is ezáltal felfedezzük Pécset a saját magunk számára. Mert minden kultúra más lát meg, és más is keres a városban. Igazgató úr, számos helyről hallani, ugye, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan. Lehetséges, hogy ez a város megtanulja majd a glokalizációnak az új fogalmát, hogy valóban megpróbál egy olyan nyitott közösség maradni a kulturális fővároson, felhasználva erre a legjobb csatornává, ami méltó helyére helyezi a Baranyai megye székhelyet. Igen, én ebben biztos vagyok, csak az a nagy különbség, hogy míg a nagy metropoliszokban ez egész másképp csapódik le és jelenik meg, a globalizációra gondolok természetesen, pedig egy ilyen Pécs méretű középvárosban azért egy sokkal közelebbi, intim kapcsolatot jelenthet kultúrákkal vagy kultúrák közötti érintkezésben. De hadd utaljak arra is, hogy egyébként éppen holnap fogok Isztambulba utazni az egyik kollégámmal a három oldalú egyeztetések ügyében, tehát Rúrvidék, Isztambul és Pécs. És ugye ne felejtsük el, már más helyütt is elmondtam, de most is szívesen utalok rá, hogy ha valaki otthon a térképen megnézi, ez így igaz, hogy pontosan félúton van Pécs a Rúrvidék és Isztambul között. Tehát ennél kedvesebb, szimbolikus megjelenésre, jelképes megjelenésre nem is lehetett volna számítani. És én azt gondolom, hogy pontosan ez a lényeg, most lehetne persze az Adi-féle komp, ország és egyéb ügyeket is még ide hozni, de talán ennél kevésbé borulátó megközelítés is elképzelhető, hiszen Pécsből pont szerencsét szeretne kovácsolni. És az is biztos, hogy akárkinek, akárhol elmeséljük külföldieknek azt, hogy az előttünk álló Gazi Kasim Dzsámin tényleg mind a két vallási szimbólum, a kereszt a római katolikus templom miatt, és a félhold is ott lehet, és egyszerre egy helyen békességben megtalálható, hát ez tényleg leesik az álluk, és fantasztikusnak találják mindenütt külföldön. Nekünk is meg kell tanulni ezt jobban megbecsülni. Én köszönöm szépen, hogy szakítottak ránk időt, és csak azt kívánom önöknek, hogy töltsék nagyon kellemesen még a mai nap hátralévő időszakát, és vegyüljenek el itt a tömegben, érezzék jól magukat. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönjük szépen. Önöket hamarosan visszavárjuk, jön egy rövid reklám, és folytatjuk. Kocsásának meg úgy gondolom, hogy nem reklám jön, hanem egy picit előre szaladtam. Én már a reklámot vártam, de természetesen az összefoglalókból jön még egy kis szeret. A sokszínűség jegyében jöjjön most két összefoglaló, méghozzá Pécs történetével foglalkozó konferenciáról, illetve a Honvéd Férfikar előadásáról. Ez következik most. Idén 15 éves a Pécs története alapítvány, mely zászlajára tűzte ki városunk múltjának részletes megismerését, feldolgozását és közönség elé tárását. Pécs közösségének fontos kincsét, azaz múltját, történeti hagyatékát felderíteni és gondozni bizony fontos küldetés, melyet nem csak helyi, de az ország más részein élő történészek, illetve sok tudományos pályára készülő fiatal is magáinak érez. Az alapítvány szerdán tartotta 21. tudományos ülésszakát a Dominikánus házban, ahol Pécs ókori, középkori és koraújkori történetéből hangzottak el előadások. Gábor Olivér régész például a 9. századi Pécsről beszélt kollégáinak, valamint arról a nehézségről, melyet ennek a korszaknak a kutatása jelent. Csak közvetett adatok, közvetett bizonyítékok, dokumentumok állnak a rendelkezésünkre, írott források és hát régészeti anyag, amit eddig szorványosan sikerült megtalálni. Kezdem a névnél. Pécs római kori neve a Szobia neve. A mai neve Pécs, német neve Fünfkirchen, de kérdés, hogy mi volt a kettő időszak, a középkor és a római kor között a neve. Hát erre van valami szorványos írott adat, úgy tűnik, hogy Pinkel Bazilicé, tehát kapcsolatban áll a mai német nevével, vagy a középkori német nevével, tehát a Fünfkirchenhez, öt templomot jelenten ez a Pinkel Bazilicé, és hát ez azonban egy nagyon vitatott adat, hogy Pécsre lehet-e vonatkoztatni ezt a helynevet, valamint hát nagyon kevés régészeti anyagunk van ebből az időszakból, mert Pécs talán úgy tűnik nem volt akkor, a népvándorlás kora idején nem volt lakott város, szorványos jelenlét, szorványos megtelepedés volt itt. Ez azért volt, mert a népvándorláskor emberei nem nagyon építkeztek kőbe, tehát városokat sem alapítottak,
inkább átmeneti szállásokról számolhatunk, kisebb falvakkal, faépületekkel, gödörházakkal, de nem várossal. A 9. századi Pécset tehát nem egyszerű kutatni, ezért is fontos az a feltáró aprólékos munka, melyet az alapítvány végez a korszakok megismerésére. A szervezet nem titkolt célja, hogy többszöri próbálkozás után végre egy összefüggő, kötetekbe rendezett történelmi áttekintést nyújtson városunkról. Az éve az egész működésnek arra irányul, hogy Pécs története végre egy nagy monográfiában megjelenjen. Ez lenne a harmadik nekifutása történelm során ennek a feladatnak. Reméltük azt, hogy a kultúra fővárosa idejére kész leszünk. Támogatásokat várunk ez ügyben. A kutatók fölkértük a kutatókat, hogy foglalkozzanak a szakterületükkel. Reménykedünk, hogy talán mégis sikerünk lesz. Az már biztos, a szerdán elhangzott előadások is hozzájárulnak a nagyszabású vállalkozáshoz, ahogyan a korábbi ülések anyaga is. Mint megtudtuk, a konferenciák nyomán eddig 19 műlátott napvilágot az alapítványnak köszönhetően köztük emlékiratok is. És éppen most tárgyalnak egy újabb Súrján Miklós tollából származó kötet megjelentetéséről, mely az 1960 és 2005 között született Péccsel kapcsolatos anyagok bibliográfiáját tartalmazza majd. Komolyan indított, mégis egy fergeteges, vidám produkcióvá kerekítette szerdai fellépését a budapesti Honvéd Férfikar. Bizony a csapat, mely egyike Európa maroknyi hivatásos férfi kórusainak egy lendületes előadással kedveskedett a sétatéri publikumnak, mely teli volt tréfálkodással és játékkal. A zengőtorkú énekesek ezúttal egy műfajok közti kalandozásra invitálták a közönséget, főleg a könnyedebb stílusok irányába, amely először meglepőnek hangozhat egy nagy hagyományokkal és drámai erővel rendelkező kartól, de a fellépők megmutatták, ők otthonosan mozognak minden stílusban. Ezt bizonyítja a kórus színes repertoárja, melyben opera, operett, gregórián jazz és popdalok egyaránt szerepelnek. Ugye ismerős volt. A repülők dalaiból gyúrt egyveleg is mutatja, mire képesek ezek az énekesek, akik eleganciával és sok-sok humorral fűszerezték meg koncertjüket az Örökség Fesztiválon. A hangulatot pedig igazi sztárvendégek fokozták, hiszen a padödőből ismert Falusi Marianna és Karamell is fellépett a kórussal. Még új a félelem, miért, hogy nem kell rajtad kívül, most már sem. A Honvéd Férfikar koncertje tehát igazi élmény volt a nézőknek, akik a hideg szeles idő ellenére is kitartottak a sétatéren. Jól tették, hiszen ezt a produkciót kár lett volna kihagyni. Ahogy itt körbenézek, egyre többen és többen csatlakoznak a szőlő és bor ünnepének rendezvényeihez a Széchenyi téren, ahonnan mi egészen 7 óráig tájékoztatjuk Önöket a legkisebb programokról. És gondolom, mindezt örömmel szemléli Lakmerné Brückler Andrea, a Pécsi Kulturális Központ igazgatónője is, hát akinek nem kevés munkája fekszik abban, hogy ez egy ilyen jó sikerült örökségfesztivál lehetett. Valóban örülünk annak, hogy ilyen sokan jönnek erre a hagyományos pécsi születi napra, hiszen ilyenkor a régi születi hagyományokat próbáljuk feleleveníteni, és arról szól a program a felvonulástól kezdve a műsoron át. Visszatekintve a fesztiválra, valóban egy sikeres rendezvényt búcsúztatunk most, hiszen a képek is mutatják, de a közönség is talán igazolja azt, hogy a válogatással az idén jól
céloztuk meg a közönség igényeit, hiszen a rendezvényeken nagyon-nagyon komoly érdeklődés mutatkozott mind a könnyebb, mind a komolyabb műfajok iránt. Nagy sikerrel zajlottak a konferenciák elől, az előbbi riportban igen sok szó esett, és nagyon jók voltak azok a művészeti események, amelyek a pécsi szereplőket vonták be, de a budapesti vagy az ország más részéről érkező előadók is nagyon nagy közönség sikert arattak. Amikor az imént a koncertekről szóló összeállítást nézték a nézők, mi már beszélgettünk arról, hogy ez a nap is tökéletes arra, hogy a pécsiek kijöjjenek, hiszen olyan kötetlen programot kínál, ha akarnak, egy picit figyelnek a színpadon történő eseményekre, aztán kicsit odébb állnak, isznak egy pohár bort, valami finom falatot kóstolnak meg. Ez az igazi fest hangulat, gondolom, hogy amikor ezt megálmodták, ez is volt a cél. Valóban úgy gondoljuk, hogy mind az értéket jelent, ami kimozdítja a városlakókat a hétköznapokból, érdemes kisétálni, felöltözni, együtt lenni a közösségi létnek egy helyszíne tulajdonképpen most itt a tér, és ez az eredeti funkciót hozza vissza. Korábban is ezeket a tereket azért építették, hogy a városlakók együtt legyenek és eltöltsék az idejüket. Egy dolog még érdekelne, egy picit személyesebb lesz a kérdés. Ugyebár az ön férje, Lakner Tamás is szervesen kiveszi a részét ennek a szervezésében, viszont a Bordal Fesztivál a kezdetek óta az ő nevéhez fűződik. Van egyáltalán módjuk, alkalmuk arra, hogy ketten elvegyüljenek egy picit a tömegbe, és valamelyik rendezvényre beüljenek, és ne úgy, mint a szervezők, illetve a háttérben álló intézmény vezetőjeként, hanem itt két magánember, mint egy pár, egy kicsit átadják magukat a szórakozásnak. Megpróbáljuk ezt minden évben, ez inkább a fesztivál elején adódik erre még néhány este, amikor a sétatéri programokat közösen próbáljuk élvezni. Én ott nem nagyon tudok lazítani, mert azért időnként egy-egy tennivaló azért megtalál, de ilyenkor még próbálunk ott a közönség soraiban, a produkciókból is élvezni valamit. A 10 nap vége felé már ez nehezebb, mert akkor a Borda Fesztivál szervezése azért egy közös ügy, hiszen a Pécsi Férfikar Alapítvány mellett a Kulturális Központ is részt vesz ebben, és bizony otthon is gyakran beszélgetünk ilyen témákról. Azt árulja még el nekünk, a teljesség igénye nélkül, melyik volt az a program az elmúlt időszakban, ami nagyon nagy sikert aratott az ön szemszögéből, ami a legjobban tetszett? Nagyon nehéz válogatni. Azt hiszem, hogy talán az újdonságot kellene említenem, a Balkán Világzenei Fesztivál és az interdisziplinális találkozó, amiről az imént is szó volt. Egy olyan új színfolt volt, amelyet nem tudtunk biztosan megítélni, és a közönség visszaigazolt bennünket, hogy szükség van erre, és érdemes lesz fejleszteni és tovább vinni 2010-ig. Ami egy ismételten nagy kihívás lesz. Hát én nem mondhatom azt önnek, hogy jó pihenést, hiszen tudom, hogy gyakorlatilag a záró akkorddal egy időben megkezdődik a következő év előkészülete is, ami ismét egy esztendős munkát jelent majd az önök számára. Azért mégis azt kívánom, hogy a mai napot egy picit próbálja meg avval eltölteni, hogy jól érzi magát még itt a rendezvényeken. Köszönjük a jó kívánságokat. Még ebben az évben nem tudunk rögtön neki kezdeni a következő szervezésének, mert két nagyon nagy esemény áll előttünk rögtön a jövő héten. Az egyik program az intézményhez kapcsolódik. 60 évvel ezelőtt, szeptember 27-én indult el a Pécsi Városi Kulturális Intézmény, és ezt egy kis ünnepséggel szeretnénk megidézni. A FEK épületében volt az az első civil szervezet, amelyből aztán a Városi Kulturális Intézmény lett, és mi pedig 10 éve vagyunk a Dominikánus Házban, és egy kicsit megünnepeljük magunkat, várjuk a régi dolgozókat, valamennyi olyan kollégát, aki a Városi Kulturális Intézményben dolgozott. Ez pénteken lesz, a jövő héten, és a hétvégén kezdődik egy olyan nagyszabású eseménysorozat, az október 1-i Zenei Világnaphoz kapcsolódva, amely a Kodály évfordulót hozza előtérbe, a Kodály Maraton. Egész nap Kodály módszerről, Kodály gyűjtésekből, népzenei bemutatókkal, kórus hangversenyekkel zajlik majd a nap. Köszönöm szépen még egyszer, és jó szórakozást, a programokhoz pedig sok sikert kívánok még. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
Magyarország 2006-ban a szellemi kulturális örökség védelmére vonatkozó UNESCO egyezményhez, és miután 30 ország ratifikálta azt, április 20-án hatályba lépett. Az ezzel kapcsolatban a héten szervezett konferencia célja, hogy a szakemberek közösen értelmezzék a csatlakozásból fakadó feladatokat az önkormányzatokra, kulturális intézményekre, tudományos kutatókra, civil szervezetekre váró feladatokra. A szellemi kulturális örökség védelméről rendezett nemzetközi konferenciát az Oktatási és Kulturális Minisztérium Pécsett. A veszélyben lévő szellemi kulturális örökséget az UNESCO egyezmény védi, mely magában foglalja az egyes kultúrák szóbeli hagyományait, nyelvét, művészetét, társadalmi szokásait, szertartásait és ünnepeit. Az egyezményt 79 ország jóváhagyásával 2003-ban fogadta el az UNESCO. Magyarország tavaly csatlakozott az egyezményhez. Azóta a tagországok részvételével szakértői értekezletek sora készíti elő a végrehajtási rendeletet. Magyarország előkészül arra, hogy az UNESCO egyezményhez csatlakozva mi is el tudjuk készíteni majd a nemzeti szellemi örökségünk listáját. Ahhoz azonban, hogy ez a számba vétel megtörténjen, nagyon sok előkészületre van szükség, leginkább arra, hogy a szakemberekkel végigbeszéljük, hogy mit is jelent az, hogy szellemi örökség. Az UNESCO éppen most készíti az irányelveket, amelyet a csatlakozó országok számára kiad, hogy milyen módszerrel javasolja az örökségi listát elkészíteni. A Kulturális Minisztérium szakemberei abban bíznak, hogy a magyar szellemi örökség összegyűjtése egy mozgalmat indít el a lakosság körében. Pécs 1996-ban elfogadott városi stratégiája megelőzte az UNESCO-t, ugyanis már akkor utalt arra, hogy nem csak a tárgyi örökséggel kell foglalkozni, hanem olyan tevékenységi körökkel is, melyek az évek során háttérbe szorultak, mint például a bányász hagyományok ápolása. A város életében hasonló jelentőséget töltött be az elmúlt évszázadokban a szőlészet, borászatnak az emléke. Itt is fölhalmozódnak például ehhez a szakmához illeszkedő olyan szellemi örökségek, a bortaloktól kezdve a borkészítésnek a tradíciói, ami értéket képviselnek, és amire oda kell figyelni. Tehát Pécsvárosnak a gondolkodásában ez mindig benne is volt. Most ez a konferencia lehetővé teszi, hogy átgondoljuk mi is, hogy még hatékonyabban, még aktívabban, intézményi struktúrába ágyazva hogyan tudunk foglalkozni. A mostani konferencia célja, hogy az országok közösen értelmezzék az egyezményhez való csatlakozásból fakadó állami feladatokat, az önkormányzatokra, kulturális intézményekre váró tennivalókat, valamint megteremtsék az együttműködés alapjait. Már is köszöntöm Molnár Pétert, a Pécsi Kulturális Központ munkatársát. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Itt az imént azt láthatták a kedves televízió nézők, hogy ugye Magyarország is csatlakozott itt a szellemi kulturális örökség védelmére vonatkozó UNESCO egyezményhez. Pécs esetében ez különösen jelentős, hiszen az örökség védelem egyre hangsúlyosabb szerepet kell, hogy kapjon a város életében. Milyen aspektusból lehet ezt vizsgálni? Igen, itt Pécset az épített kulturális, illetve építészeti örökség az, ami már egy hosszabb útra tekinthet vissza, és ezzel a pécsiek és a turisták is találkozhatnak itt a városban. Ennek most már megvannak az intézményei, illetve hát az a rendszere, amely ennek a védelmét egyre inkább próbálja szorgalmazni. Ez a konferencia, ami a hét elején zajlott itt a Pécsi Kulturális Központban, a Dominikánus Házban, egy kicsit más szemszögből világított rá a kulturális örökség védelmének a témakörére, hiszen az UNESCO már évtizedek óta céljául tűzte ki a természet, illetve épített örökség védelmét. A kulturális, illetve szellemi örökség védelme azonban egy kicsit tovább váratott magára. 2003-ban született meg az UNESCO egyezmény, amit tavaly a Magyar Parlament is ratifikált. És hát ennek apropóján, illetve ennek egy következő lépéseként szerveződött ez a konferencia, amelynek a nemzetközi jellege megadta a lehetőséget arra, hogy egy eszmecsere jöhessen létre a magyarországi, illetve külföldi tapasztalatok és következő feladatok teréről, illetve hát az itteni magyarországi különböző intézményvezető kulturális szférának a különböző egyéniségei, személyiségei is közelebb kerülhettek ez a kérdéshez. Nyilvánvalóan, hogy az örökségvédelem, amennyiben a tárgyi vonatkozású, könnyebben értelmezhető, mint amikor a szellemi örökségvédelemről beszélünk. Ez ügyben mit lehet tenni? Hát a szellemi örökség körébe egyrészt ugye világosan kell látnunk, hogy mit tartozik bele. Hát
mindenféle olyan megfoghatatlan dolog tulajdonképpen, amit tényleg hát nem tudunk tárgyi dolgokhoz kötni. Viszont ami lélekkel megtölti az intézményeket. Igen, illetve ami tényleg hát gyakorlatilag a hagyomány szintjén ugyanúgy ránk marad a korábbi időszakokból, régi történelmi korokból, mint mondjuk egy épített örökség, egy jókeresztény emlékmű. Tehát itt minden olyan kulturális jelenségre, nyelvjárásokra, különböző népművészeti hagyományokra, szokásokra gondolhatunk, amely, hát hogyha kiveszne a világból és eltűnne, akkor azzal veszítenénk valamit. Ezeknek a védelmét célozza ez a mozgalom. Nehéz megfelelni azoknak az elvárásoknak, amit a nemzetközi szervezet követel meg a várostól? Hát ez még az egész kialakulóban van, úgyhogy nem annyira látjuk konkrétan, hogy egész pontosan mit kellene tenni azért, hogy mondjuk bizonyos dolgokat egy ilyen hasonló listára lehessen venni, mint ami például az épített, illetve természeti örökségek terén már létezik. Pont az volt a célja ennek a konferenciának, hogy az aktuális folyamatokról, fejleményekről értesülhessünk, illetve hogy készülni tudjon minden egyes ország, minden egyes országon belül az intézményrendszer arra, hogyha már adott a lehetősége annak, hogy bizonyos dolgokat ebbe benne foglaltassunk, akkor ennek ne legyen akadálya, és ne halogatódjon tovább a dolog. Egyetlen mondat, még jól állunk az örökségvédelmünk tekintetében? Én azt hiszem, hogy Magyarország nagyon sok olyan pozitívumot föl tud mutatni a világ számára, hát elsősorban a népművészeti hagyományoknak a megőrzése terén, amiről gyakran példát is vesznek a külföldiek. Most egy új formába kell önteni, illetve egy új követelményrendszernek kell megfeleltetni ezt a dolgot, de azt hiszem, hogy ha haladunk a korral, akkor biztos, hogy nem lesz ezzel probléma. Hát akkor ennek jegyében kívánok egy jó munkát az elkövetkezendőkhez. Köszönöm szépen, és jó szórakozást még a mai naphoz. Viszont kívánom a nézőknek. Az Örökség Fesztivál programjában mindig roppant népszerűek az úgynevezett könnyű zenei koncertek a következő percekben. Ezek közül idézünk fel hármat. A Golestan együttes adott koncertet szerdán a Barbakán Várárokban. Az Örökség Fesztivál egyik visszatérő vendége nem hiába számít a pécsi zenei élet egyik különleges színfoltjának, hiszen hangzás világában ötvöződnek a perzsa és magyar hagyományok. Az együttes vezetője sebész Novrestek Godratollak, az ő anyanyelvén a perzsanális őségnek számító acsomén szólal meg a dalok többsége. A zenekar egyébként 2001-ben alakult, tehát jól ismeri őket a pécsi közönség. Most sajnos kevesebbszer láthatjuk őket fellépni, hiszen az alapító Dubaiban dolgozik. Persze a zene nem ismer határokat. A távolság az valamilyen szinten számít, az, hogy az ember kapcsolatot tartjon, meg ezt meg kell oldani. De a Golestanban még nem okozott gondot az elmúlt 3 év alatt, úgyhogy gondolom, ez most már megszoktuk. Godrátnak a Golestan a szíve csücske, nagyon fontos neki, legalább szinte annyira, mint a másik hivatása a sebészet, az orvostudomány, ezért számíthatunk arra, hogy fél évente visszatér, és olyankor nagyon intenzív próbaidőszakokat tartunk, és általában egy koncert is belefér. Persze nem csak Godrát jár Magyarországra, néhány hónapja a pécsi tagoknak is lehetősége nyílt arra, hogy Dubajba látogassanak. Ez nagy élményt jelentett az együttesnek. Attól volt különleges számunkra az élmény, hogy végre egy olyan helyen játszhatunk, ahol a Godrátot értik. Tehát az anyanyelvén vette körül a közönség, és nagyon beindultak. Tudni kell, hogy ők nagyon vallásosak, Irán maga is, az iráni kisebbség Dubajban nagyon vallásos, és mégis egy nagy hangulat kerekedett. Ezek a visszafogott emberek egészen kivetköztek magukból, és együtt mozogtak a zenekarra. Nagyon jó érzés volt. Én azt gondolom, hogy sikerült azt, amit az elmúlt 6 év alatt, vagy körülbelül 7 év alatt most már összehozni, és meg dolgozni érte, még egyszer élőbe pontosabban odaadni, mert végül is akkor vettük észre, hogy ez működik, mert volt egy majdnem 2 órás koncertünk, és az új dalokat kivéve minden dalt a közönség együtt énekelt velünk. Hát gondolom ehhez nem kell főzni semmilyen szöveget. A külföldi bemutatkozás tehát jól sikerült, s mint megtudtuk, a csapat továbbra sem tétlenkedik, hiszen születőben van a 3. Golestan lemez, mely az alkotók reményei szerint jövő tavaszra készülhet el. A szerdai koncerten az együttes az új számokból, s a korábbi dalokból nyújtott át egy csokorra valót a pécsieknek. Thank you.
Egy varázslatos koncert egy varázslatos előadótól, így összegezhetnénk Paja Bea szerdai fellépését az Örökség Fesztiválon. A magyar és más népzenei hagyományokra építkező, de másfajta zenei irányzatokban is otthonosan mozgó énekesnő bizony ezúttal is magával ragadta közönségét. A fiatal előadó most készülő albumának anyagát hozta el a Zeneparkba, melynek egyik érdekessége, hogy egy francia kiadó gondozásában jelenik majd meg. 12 dal tartalmaz az új anyag, 9 magyarul, 2 angolul és 1 franciául hangzik el. Ezek olyan dalok, amelyek már régóta forogtak bennem, vagy az utóbbi 2 év, mióta a kvintettel dolgozom, hozta elő belőlem. Nagyon sok dal született úgy, hogy tradicionális dallamra, például albán, vagy magyar, vagy bolgár, sok bolgár dallamot használtam, és arra írtam szöveget. Egyszerre keveredik benne a tradicionális zene, és az a fajta szabadság, amit mondjuk a dalírói munka ad. Az új lemezen való munka mellett egyébként Paja Bea egy nagyon fontos és megtisztelő felkérésnek is eleget tesz, hiszen ő lett Irén hazánk egyik esélyegyenlőségi nagykövete. Én nagyon szeretném általában a gondolkodást, de az erről való gondolkodást különösen pozitívra hangolni. Tehát szerintem olyan mutogatás nincsen. Rosszat más neked nem okozhat, csak saját magad vagy azért felelős, hogy jó vagy rossz az életed. Úgyhogy azt gondolom, hogy erről nagyon-nagyon sok az a beszélgetés, amit le kell folytatni minden ügyben, az érintettek, fogyatékosok, kisebbségek, melegek ügyében nagyon-nagyon sokat tennivaló. Én remélem, hogy ez az ország egy picit felrázódik, és egy kicsit egy olyan gondolati humorterápiával egy picit pozitívabban fog gondolkodni a következő években. Paja Beának varázslatos személye mindenképpen hozzájárul majd ehhez, akár csak tisztaságot sugárzó, őszinte zenéje, melyel most az énekesnő pécsi közönségét is megajándékozta. Zenei kavalkád jellemezte az Örökség Fesztivál csütörtöki napját. A sétatéren az Erik Sumo band csapott a húrok közé. A West End Discot és a Buzóki Rockot feltaláló különleges magyar együttes igazi világutazó zenét játszik. A rúcaragi és a klezmer keveredik náluk funkkal, jazzzel és rockkal, közben pedig zenéjükre simán lehet táncolni. Van a popzene, mint egy ilyen borzasztó tág fogalom, amiben belefér minden a legbrutálisabb heavy metal-tól kezdve a chanson énekeseknek a dolgain keresztül a ragtime-ig, tehát mondjuk azok a zenék, amik így a 20. században keresztkeztek, és ezekből minden korszakból, vagy minden évtizedből van olyan dolog, ami érdekes, ami jó. Mindehhez kitűnő énekesnők társulnak, mint például a Kis Erzsi Zene Együttes elbűvőlen halandzsázó névadója, aki külön funkciót tölt be az együttesben, mint állandó vendég. De mi is ez a funkció? Én azt gondolom, hogy az egzotikum és a picit ez a sámános világ, ez a, hogy is mondjam, egy picit a boszorkányos világ, de nem mindig, csak én bennem is amúgy ez egy részem, de ez is itt teret és lehetőséget kap, és nagyon jól elfér sok minden más mellett. Az Örökség Fesztivál másik koncerthelyszínén a Barbaken várárokban. Takács Eszter vezetésével a pécsi Gumi Zsuzsi zenekar muzsikált a hallgatóságnak. Az este folyamán a régebbi dalok mellett már az újabbak is felcsendültek. Mindegyik egy kis történet vagy sztori, hogy nem érzem egyiket se, hogy hasonlónak a másikhoz. Ezekben is vannak dallamosabbak, meg ilyen ugyanígy ilyen mondani valóban egy kis cinizmus, ez az amaz. Hát ilyen kis... Mindegyik egy-egy ilyen kis történet, ilyen kis karakter dolog. A koncertek sora pedig a hétvégén is folytatódik. Jó szórakozást hozzá! Vibrál a tűz.
És akkor folytatjuk élő közvetítésünket innen a Széchenyi térről, a szőlő és bor ünnepéről, és hadd köszöntsem Somlyai Jolánt, a Pécsi Kulturális Központ munkatársát, akivel én most elsősorban a könnyű zenei vonalról szeretnék majd beszélgetni, ahogy az imént a kedves nézők láthatták, hogy azért a könnyű zenei programokból is bőven lehetett válogatni. Minek a mentén épültek fel, és milyenek voltak a visszajelzések ezekkel a programokkal kapcsolatban? Azt hiszem, nyugodtan elmondhatom, hogy nagyon nagy sikerűek voltak a könnyű zenei programjaink is. Az egyik legfontosabb igazodási pontunk mindig az, hogy próbáljuk a pécsi vagy Pécshez kötődő együtteseket felléptetni, hiszen az ország könnyű zenei palettáján jelentős számban vannak jelen pécsi vagy Pécsről indult együttesek, hogy más nem mondjak, a Kispál és a Borz, ami úgy gondolom Magyarország egyik legjobb zenekara mai napság, és az ő 20 éves születésnapjuk és pécsi mi voltuk, azt hiszem, hogy indokolta azt, hogy ők legyenek a nyitókoncert, ahol 5000 ember előtt adtak egy nagyon nagy sikerű koncertet, nagyon jó hangulatú nagy sikerű koncertet. Felléptettünk még pécsi zenekarokat, a Gumi Zsuzsit, a Singas Projectet, a Klánt, akik 2 éves kihagyás után léptek újra közönség elé. Úgy érzem én, és a visszajelzések a fiatalok részéről is azt támasztják alá, hogy ezek nagyon sikeres, nagyon jó koncertek voltak. Az egy nagyon fontos szempont, ugyebár, hogy érzi magát a közönség, de ugyanilyen fontos, hiszen ezáltal érezheti jól magát a közönség, hogyha a fellépő művészek is elégedettek. Milyenek az ilyesfajta visszajelzések? Azt hiszem, nem baj, ha elmondom, hogy a riport előtt beszélgetünk arról, hogy nekem az egyik legnagyobb örömöm az volt az idén, hogy a fellépő együttesektől kaptam azt a visszajelzést, hogy fantasztikusan jó közönségünk van. Nagyon jó itt játszani, nagyon jó a pécsi emberek előtt fellépni. Úgy fogalmazott az egyik fellépőnk, hogy hát öröm volt ránézni a közönségre, hogy itt micsoda kedves emberek laknak, és ez mindig melengeti az ember szívét. Akkor elmondhatjuk, hogy valóban mediterrán hangulatok városa lett ebben a néhány napban is Pécs. Lehet-e ezt már látni, körvonalozódik-e esetleg a jövő év? A jövő évben összhangban a kulturális főváros projekttel tovább szeretnénk folytatni a balkáni vonalat. Ugye az idén már megrendeztük az első világzenei fesztiválunkat, ezt 2010-re szeretnénk egy igazi nagy európai jelentőségű rendezvényé fejleszteni, de ennek a vonalán szeretnénk a Balkánról érkező könnyű zenei együtteseket is egy kicsit megmutatni a pécsi közönségnek, hiszen nem csak világzene van, és nem csak folklór van tőlünk keletre, hanem természetesen könnyű zene is, ami semmiben sem rosszabb, esetleg csak más, mint az, amihez mi itt hozzá vagyunk szokva. Gyakorlatilag a mai nappal zárul az Örökség Fesztivál, ez az utolsó akkord. Jó ilyenkor egy picit szusszanni? Igen. Hogyan telik még a mai nap? Van-e alkalom arra, hogy ilyenkor ebben a feszített tempóban azért az ember egy picit a munkával szakítva azt mondja, hogy magánemberként is kikapcsolódok egy picit? Megnézek úgy egy koncertet. Nekünk már egy kicsit könnyebb dolgunk van, hiszen a szőlő és bor ünnepe a Baranya megye idegenforgalmi és kulturális központ szervezésében zajlik, tehát én már itt sokkal inkább tudok magánemberként sétálni, mint a fesztivál eddigi 10 napján bármikor, és nagyon élvezem, hogy ilyen sokan vagyunk, és mindenki jókedvű, és szól a zene a színpadon. Tehát ez kiváló alkalom nekünk is arra, hogy egy levezető kört fussunk még a jövő hét előtt, amikor újraindul a munka. Én csak annyit tudok mondani, hogy nagyon szépen köszönjük az idei programokat, és remélem, hogy jövőre is minden megvalósul, ami a tervedben szerepel. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük, mindent megteszünk ennek érdekében. Az Örökség Fesztiválnak vannak évről évre visszatérő, elmaradhatatlan rendezvényei. Ilyen például a veterán autók bemutatója, vagy az Érzbányász koncertfúvó zenekar fellépései. Utóbbi együttes idén ünnepi fennállásának 50. évfordulóját. Jöttek a veteránok, a klasszikusok és a nosztalgia kocsik. A veterán elnevezés az 1905 és 1917 között gyártott autókat illeti meg. A klasszikus kategóriába az 1918 és 45 között gyártott autók tartoznak, míg a nosztalgia kocsik 1946 és 1977 között gurultak le a gyártósorokról. A rendezők nem voltak babonásak. 13. alkalommal rendezték meg a Nemzetközi Veterángépjármű találkozót a hétvégén Pécsett. Egy pécsváradi és mahácsi túra után délután 4 órakor érkeztek meg az öreg autók és motorok a Széchenyi térre, ahol a közönség nagy érdeklődéssel fogadta őket.
Mintegy 80 járművünk van, 44 autó és 34 motor. Azonban sajnos ketten elakadtak, egy már Mohácson, a mohácsi főtéren ott maradt, ketten pedig nem a közlekedés szabálynak megfelelően vezettek egy hídon, és bizony belecsúsztak a területre, úgyhogy azt a segélyszolgálat menti. Reméljük, hogy nem sérültek meg. Szerencsére nem, ilyen probléma nincsen, csak maga motor az, amit el kell hozni. Az emberek, akiknek ilyen járművük van, azok rendkívüli módon összetartanak, szeretik a járművüket, szeretnek találkozni egymással, meg egyáltalán egy nagy család, ha szabad így mondanom, olyannyira, hogy nem csak Magyarországról, hanem külföldről is, Németországból, környező városokból, Szabadkáról, Novi Sadból, Našicéről, tehát mindenhonnan, sőt, még Csákvárról is érkezett autósunk. Pontosan azért, hogy találkozzanak az itteni veterán tulajdonosokkal. A legidősebb autó egy 1914-ben gyártott Oldsmobile. Tulajdonosa a kistereki Gyöngyösi István Tasnádi Péter polgármestertől vehette át a város külön díját. A legidősebb motor tulajdonosa Mészáros József Bajáról érkezett 1944-ben készült DKV 350-esével, ő a kulturális központ serlegét vehette át. A találkozó legidősebb oldalkocsis motorja az 1957-es Ural M72-es volt, amelynek nyergében Györkös Ferenc ült. Ő a Magyar Autóklub díját vihette haza Biatorbágyra. Ötven éves a Pécsi Ércbányász koncert fúvós zenekar. Az évforduló alkalmából nagy sikerű koncertet adtak a Pécsi Nemzeti Színházban, amelyen fellépett az esszeni városi fúvós zenekar is. A Bányász induló ezúttal is elmaradhatatlan volt. A koncerten játszották még Sosztakovics, Aratyunyán és John Williams műveit, valamint egy összeállítást az Abba együttes közismert dalaiból. A hangversenyen Gonda Tibor alpolgármester elismerően szólt a zenekar művészeti tevékenységéről és emlékeztette a közönséget, hogy az együttes a Városnapja alkalmából megkapta a közösségek számára adható legmagasabb városi kitüntetést, a Prokommunitátét. A fúvósok vezetőjét arról kérdeztük, mire a legbüszkébb a zenekarral kapcsolatban. Az első lépésre. Amikor 91-ben szóltak, hogy na most már te is jöhetsz csinálhatni a zenekart, mert se fenntartónk nincs, se pénzünk, hát akkor dolgozzunk együtt, és akkor fél év alatt sikerült egy olyan biztos támaszt találni a zenekarnak, hogy az önkormányzat vállalta a zenekar addigi munkáját, hát az én tevékenységről nem lehetett írni semmit, hát akkor kezdtem a zenekart. És ez volt a legnehezebb és a legfontosabb lépés, mert onnantól aztán sok munkával, meg sok buktatóval ugyan, de sikerült már ma egy 70 tagú zenekar fog itt fellépni a színházban. A jubileumi koncerten a házigazdákat és a pécsieket zenével köszöntötte az esszeni városi zenekar. Az ötlet onnan jött, hogy ők is az LKF kulturális fővárosi pályázatot megnyerték, és 2010-ben lesznek kulturális főváros, és ilyen kapcsolódó programok már voltak, a szakiskola zenekar, az esszeni ifjúsági zenekarral volt kapcsolatban, voltak is nyáron Pécset, meg Baranyában, meg az országban több helyen szerveztek nekik fellépést, és mi meg az eszeni felnőtt zenekarral léptünk kapcsolatba, és a próbájukat tekintve mondom, hogy nem bántuk meg, mert tényleg nagyon színvonalasan, ilyen fél könnyű zenét játszanak, de nagyon profi módon. Vendégem pedig már itt ül velem, Orcsik Ferencet köszöntöm nagy szeretettel, a Pécsi az ifjúsági ház jogutódját, vagy nem is tudom pontosan, hogy nevezhetem, ugye az ifjúsági központ. Pécsi ifjúsági központ, igen, csak most már ugye több intézményt csoportosító, illetve működtető, egybefogó intézményről beszélgetünk. Hát nagyon komoly szerep hárulhat erre az intézményre Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében. Mit tervez az intézmény, hol találja meg ezeket a kapcsolódási pontokat? Ha már szóba került a szerepe, akkor talán arról is beszéljünk, hogy 2010 után is lesz Pécs kultúrája, és azok a gyerekek, fiatalok, akik ma a Pécsi Ifjúsági Központ intézményeibe jönnek a kultúrát tanulni, elsajátítani a kultúra fogyasztási szokásokat,
Azokból lesz 2010-ben és 2010 után Pécsváros kultúra szerető, kultúra fogyasztó közönsége. Tehát nagyon fontos, hogy milyen hatások érik ebben az intézményrendszerben. Ezért is arra törekszünk, hogy minden olyan nagy rendezvényben ott legyünk, így többek között a Pécsi napokban is, ahol a fiatalok is tömegesen jelennek meg. És azokat a specialitásokat is megjelenítsük itt, ami a fiatalok számára érdekesek. Ami az Európa Kulturális Fővárosa programot illeti, én úgy gondolom, hogy ha a ma ifjúsága és a jövő felnőtt nemzedékét tekintjük, és folyamatosan újra és újra újabb nemzedékek jönnek, akkor ennek az intézménynek mindig is fontos szerepet kell betöltenie a város kultúrájában, a kultúra jövőjében, és így a Európa Kulturális Fővárosa programban is. Amellett, hogy számtalan fesztivál kötődik a Liftusági Központhoz, nem csak gyermekek és fiatalok számára szervezett fesztiválok, hanem családok számára, a felnövekedett fiatalok, már felnőtt korú fiatalok számára is. Illetőleg jelenleg még előtárgyalások folynak, de valószínűség szerint jelentős szerepünk lesz a zsolnai kulturális negyed kialakításában. Akkor a feladatok bőven adódnak meg a következendő évekre vonatkozóan. Igazgató úr, ha már a szőlő és bor ünnepén ülünk és beszélgetünk, érdekelne mondjuk az ön borhoz való viszonya is. Itt az imént megkérdeztem, hogy melyikből kínálhatom, a fehérből vagy a vörösből, és gondolkodás nélkül a vöröset választottam. Igen. Én vörösbor párti vagyok, méghozzá száraz bor kedvelő, bor szerető, bor kedvelő ember vagyok. Van is az ifjúsági házban egy borklubunk, amelynek én magam is tagja vagyok. Persze nem azért alakult, az már korábban megalakult, ahol a bor kultúráját, a kultúrát, borfogyasztást és azzal kapcsolatos ismereteket, kulturális és egyéb hagyományokat ismertetünk meg. És meglátogatunk természetesen különböző boros gazdákat, akik nagy lelkesedéssel magyarázzák, hogy hogyan készítik a boraikat, mitől lesz ilyen ízes, zamatos, és ezek a gondolatok hozták végül is, hogy keresem minden borban az ízt, az amatot, azt a szépséget, amit a Mecsek, vagy a Tenkeshegy, vagy a Villányhegység lankáin meg lehet találni a borokban. És hát a vörös borok közül is a Cabernet Sauvignon a kedvencem. És én úgy gondolom, hogy ez élettanilag is fontos, hiszen a megfelelő kulturáltsággal és mértékkel való vörösbor fogyasztás az a számomra egy egészségügyi kérdés is. Igazgató úr, köszönöm szépen, hogy itt a vendégünk volt, és remélem, hogy most még nem megy majd haza, hanem egy picit itt a téren is jól érzi majd magát. Köszönöm szépen, és kedves egészségét ehhez a testes vörösborhoz. Kedves nézőink, egy kis reklám következik, aztán pedig folytatjuk. Hogy otthonát biztonságban tudja. Hogy mindig legyen egy megbízható útitársa. Hogy időskorára se maradjon támasz nélkül. Bízza magát a Generálira. Programok minden élethelyzetre. Generáli. Biztonságban az oroszlán szárnyai alatt. Mi van? Na most már elég. Még hogy aranyos mackó, inkább szörnyeteg. Ez a te nevelésed. Döntöttem, nyuszó-muszó, kettes házat veszünk. Az FHB-nál úgy sincs más költség, csak a kamat. Sőt, neki is veszünk egy házat, mert én nem alszom vele egy fedél alatt. Hol van? FHB-jel zálog hitelek most induló banki költségek nélkül, akár 0% önerővel. Na, erről beszélek, nyuszó-muszó. Ezt a levelet kaptad az OTP életjáradéktól? Igen, igen. Leírják, hogyan biztosíthatok nyugodt jövőt magamnak. Tényleg? Elolvashatom? Persze, de inkább hív fel őket és küldenek neked is. Akár 33% előleggel. OTP életjáradék 0640 366 600.
Megtiszteltetésnek érezzük, hogy egyedülálló, magas értéket képviselő kulturális események megszületéséhez és életben tartásához járulhatunk hozzá, amelyek támogatásunk nélkül nem valósulhatnának meg. Pécsi Vízmű. A minőségi vízszolgáltatásért, a minőségi kultúráért. A 49 éves Szigetvári Takarékszövetkezet az ország legnagyobb takarékszövetkezete, immár 18 éve nyújt teljes körű banki szolgáltatást Pécset, három fiókban, a belvárosban és az Uránvárosban. Helyben a helyiekért. Teljes körű hitelügyintézés forint és deviza alapon. Forint és deviza számlavezetés, internet szolgáltatás. Bankkártyák, befektetési alapok, lakástakarék. Nálunk önök mindig otthon vannak. Legyen a barátunk. Váltson baráti kört tagkártyát. Egyszerre támogat és kedvezményesen látogat. Kitűnő ajándék is lehet ünnepi alkalomra. Járjon rendszeresen színházba baráti kört tagkártyával. A színház élni segít. Munkaerő közvetítés és kölcsönzés. HR tanácsadás. Trenkwalder Multimen. Új állások napról napra. A Trenkwalder Multimen Kft. Piacvezető személyzeti szolgáltatóként teljes körű HR szolgáltatásokat kínál munkavállalói és megbízói számára egyaránt. Irodánk Pécsett a Bajcsy-Zsilinszky utca 9 szám alatt a Forrásüzletház mélyföld szintjén található. Telefon 72 532 058. www.trenkwalder-multimen.hu. Trenkwalder Multimen, a munka jövője. Szeretettel köszöntöm Becker Leonórát, a Villány Siklósi Borút elnökét, kezicsoklom. Hát több aspektusból vizsgáltuk már itt a bor szerepét, mi mással is foglalkozhatnánk ugyebár a szőlő és bor ünnepén. Több szóval érintettük ugye a kulturális főváros vonatkozásában, mint egy kapcsolatteremtő fogalmat, italt. Az ön megítélése szerint mi lehet a bornak a szerepe jelen pillanatban itt Pécsett, annak fényében, hogy kulturális fővárosan leszünk Európának 2010-ben, milyen szerepet tölthet be a bor? A bor nem csak Pécsett és Villányban, hanem azt hiszem az egész ember élete során egy összekötő kapocs, ami talán egy kicsit mindig megemel bennünket. Ahogy Hanvas Béla is mondta, egy mámoros hangulatban az ember nem csak szellemileg emelkedett ebből szintre ér, ahol elkezd megvilágosodni számára az, amit lát és hall, hanem tulajdonképpen én azt gondolom, hogy a bor az mindenképpen közelebb hoz kultúrákat, akár távoli kultúrákat, és egyfajta beszélő viszonyt alakít ki különböző népek, nemzetek között. Ezért biztos, hogy az egyik alapja a Pécs Európa Kulturális Főváros projektnek is. A Villány Siklósi Borút szinte a kezdetek óta a társszervezője az Európai, illetve a Világbordal fesztiváloknak. Ezt a fesztivált szeretjük a legjobban, megvallom őszintén. Azért, mert mind a borászok, mind az önkormányzataink rendkívül aktívan és önzetlenül vesznek részt ennek a rendezvénynek a lebonyolításában. Ez volt az első és a legsikeresebb olyan rendezvény, amelyet Pécs és a vidék együtt rendezett. Én nagyon remélem, hogy a többi kulturális rendezvény, ami majd 2010 körül itt szépen kialakul, az is majd valahol ennyire bevonja a vidéken élőket, ennyire aktivizálja, mint például a ma délelőtti matiné koncertek, amelyet a Villány Siklósi Borút településein rendeztünk, vagy akár a péntek délutáni vagy esti pince koncertek, ahol a külföldi bordalokok megismerkedhettek közvetlenül is a villányi bortermelőkkel és pincészeteikkel. Leonóra, az ön személyes viszonya milyen a borral? Bár most itt az imént kérdeztem, hogy vöröset vagy fehéret töltetek, de azt mondta, hogy most nem kér, hiszen az elmúlt napokban már volt alkalma bőségesen megkóstolni ezeket.
Én borbarát vagyok. Édesapám, nagyapám és több generáció a családban bortermelő volt. Én magam már nem foglalkozom vele. De hát ezzel a borúttal komolyan pártolja ezt a fajta tevékenységet. De hát gyakorlatilag a Borút Egyesület annak idején a szervezésemben alakult meg 1994-ben, ez volt az ország első borútja. És Palkonya, ahol 20 éve élek, szintén a Villányi borvidék része. Mi nálunk a borral kelünk, a borral fekszünk, az időjárást azért figyeljük, hogy mi lesz a szőlővel, akkor is, ha van szőlünk, meg akkor is, ha nincs. Ez egyszerűen az életformánk, a szőlészet, borászat, és erről tudni, ez egy olyan kulturális kötelessége minden villányi borvidéken, vagy pécsi borvidéken élőnek, egyszerűen elkerülhetetlen. Én úgy gondolom, hogy pont a Borda Fesztivál, pont a szőlő és bor ünnepén látható egyéb rendezvények hívják fel arra a figyelmet, hogy a bornak micsoda nagy kulturális kihatása van, de mennyi művészeti ágat megihlet, és mennyi minden tud még szólni általa művészetről, kultúráról, eszmékről, tradíciókról. Én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen a missziónk része. A Villány-Siklósi borút annak idején azért alakult, hogy a minőségi borkészítésnek a vevők és a borászok közötti közvetlen kapcsolatteremtésnek helyet adjon. A borút, a borkultúra iskolája, ez nem egy olyan hely, ahol az a cél, hogy az ember elindul józanul, és a végén kiköt valahol egy... Erre jó rendezvényük egyébként Palkonyán, a Nyitott Pincék rendezvénysorozatának is, amin már magam is részt vettem. Évek óta társszervezői, gondolom ezt a jövőben is megtartják. Nagyon szeretnénk megtartani ezt a pozíciót, hiszen összenőttünk már a Borda Fesztivállal és a Szőlőbor ünnepével is. Itt a standokon gyakorlatilag itt van mindenki, aki számít a Villány és a pécsi borvidékről. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt volt velünk, és jó munkát kívánok, és a mai naphoz pedig még kellemes szórakozást önnek. Köszönöm Nagyon szépen. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, önök is maradjanak továbbra is velünk, hiszen egészen 7 óráig tart élő közvetítésünk innen a Széchenyi téről. Most pedig azt láthatják majd, hogy mi is történik a Széchenyi téren felállított nagy színpadon. Thank you.
rettenetes dolog történt, hogy a mikroport elemei nem bírták. Én még bírom. Tehát, köszönöm szépen. A Bartók Béla férfikar műsora következik. Az együttes 1945-ben alakult munkáskórusként, 1980 óta Lakner Tamás vezeti az együttest, mely az utóbbi években jelentősen megfiatalodott. Sok nemzetközi és hazai siker fémjelzi munkásságukat, 30 díjat nyertek hazai és nemzetközi kórusversenyeken, legutóbbi nagy sikerüket 2006. júliusában Kínában aratták, a 4. kórus olimpián, ahol kategóriájuk olimpiai bajnokai lettek. Az első magyar olimpikonok Kínában. A Hungaroton hanglemezkiadó 2005-ben velük jelentette meg Kodály Zoltán összes férfikari műveit tartalmazó CD-lemezét, mely egyúttal világpremier is. Európa számos országában koncerteztek, de eljutottak az Egyesült Államokba, Kanadába, Brazíliába, Argentinába, Uruguayba is. Gyakran énekelnek oratóriumokat a Pannon Filharmonikus Zenekarral, házigazdái az Európai Bordal Fesztiválnak. Műsorukban először hallgassák meg Kodály Zoltán Cinka pannájából a Kapitányuk dalát. Az elemek megadták magukat. Második szám Kálmán Imre Kiskirály című operettjéből a Bordal. Közreműködnek a bordalnokok, szólót énekel Csajági Szabolcs és Horváth István, hegedűn Lakner Tamás játszik, közreműködik az Ércbányász koncertfúvós zenekar, vezényel Szabó Ferenc. Szeretünk, de már nincsen, a képnél hagyott. Bánat immán mit csináltam, lumpoltam nagyot. Víz kocsmában bementem, ez száz itemart lenyeltem. A nótámat elhúzattam, annyi szem. Úgy siattam, azt, aki maszkült velem.
a kocsmába, magam vagyok Buk, akire én rákiáltok, az sem mondja Puk. Bár a nőknek bedőlök, a hűségre fütyülök, aki megcsal a szénen, nem átkozom. Miért ne megyek össze, vissza csókolom? Hozzá csak ki világos vérlet a tényét, he hozzá csak még a szívem. Megoldódott. Harmadikra sikerült. Befejezésül pedig már a Bartók Béla Férfikar bűsorának befejezéseképpen, mert még a tutti vissza van, Huszka Jenő Bob Herceg című operettjéből a Bordalt hallhatjuk, szól énekel Csajági Szabolcs, vezényel Lakner Tamás. Mielőtt elhangzana a nóta, engedjék meg, hogy hadd köszöntsem a Bartók Béla Férfikar nevében állandó partnerünket, az Észbányász Koncertfúz zenekart, amely ebben az évben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját, és megkapta a Pó Kommunikáta kitüntetést is. Egészségetekre! Kedves már is kedves.
Tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretnék egy bejelentést tenni. Tegnap a Gála hangversenyen első ízben a Bordal Fesztiválok történetében közönségdíjat szavazhattak meg a nézők. És ennek a végeredményét szeretném most közölni. Elsöprő fölénnyel, 167 szavazattal a Pannon Volár ZRT Bartók Béla férfi kara nyerte el a közönségdíjat, mely 200.000 forint. Most pedig az Öszkari művek következnek, amíg az Öszkar összeáll, megérkeznek a külföldi kórusok tagjai is. Addig én is köszönteném az Érzbányász koncertfúvós zenekart, mely 1957 óta jeles közreműködője Pécsváros zenei életének. Rendszeres hangversenyei és térzenéi egyaránt népszerűek. Szabó Ferenc 1991 óta vezeti az együttest, és irányítása alatt 1994-ben már is első díjasok lettek a Siklósi Nemzetközi Fesztiválon. Az együttes fúvós zenekari minősítők rendszeres résztvevője, így 1998-ban Burgenlandban kiválóak lettek, míg a magyar fúvós zenekarok országos minősítésén fesztiválzenekar minősítést szereztek koncert és show kategóriában. Az Érzbányász koncertfúvós zenekar a kezdetek óta aktív résztvevője a pécsi Bordal Fesztiváloknak. Szabó Ferenc a gála koncerteken felcsendülő fúvós átiratai rendkívül népszerűségnek örvendenek, mind az Öszkarban éneklők, mind a közönség ében. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, tapsoljuk meg őket! Következzenek tehát a 12. Európai Bordal Fesztivál egyesített kórusai, az Érzbányász koncertfúvós zenekar közreműködésével három nagyszerű dalt hallhatnak. Elsőként Kodály Ári Jánosából a Marci bácsi dalát, szólót énekel Bognár Szabolcs, vezényel Szabó Ferenc. Thank you.
mikor? A következzék, ugyancsak Kodály Hári Jánosából a toborzó. Vezényel Lakner Tamás. Thank you.
elérkeztünk valóban a fináléhoz, a Népek Dalai és Táncai program utolsó számához. Mielőtt azonban ezt fölkonferálnám, szeretném elmondani önöknek, hogy ezután még lesz egy nagyszerű program, a Misina Néptánc Együttes műsora itt a színpadon. A táncegyüttes, mint amatőr alkotó közösség 2004. januárjában alakult Pécs és környékének táncoslábú diákjaiból, a magyar nyelvterület táncait mind autentikus, mind pedig táncszínházi formában előadó együttesként. Felöleli az óvodás, kisiskolás, iskolás, a junior és a felnőtt korosztályt. Fellépéseivel, melyet igény szerint élőzenekar kísér, helyi és regionális rendezvényeket szolgál ki, de saját programjai is vannak. Szoros szakmai partnerkapcsolat fűzi a Baranya megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központhoz. Eltörött a pincelakat című koreográfiát adják elő a szőlő és bor ünnepihez kapcsolódva, a Csikó csoport Kecskekereskedés című koreográfiát mutatja be, az Intermagyar zenekar játszik, majd az együttes táncszínházi műsorát láthatják, Ugye csak játék ez címmel, tehát fogadják őket is nagy szeretettel. Én elköszönök, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, remélem jövőre is ilyen szép számmal, ilyen gyönyörű időben és ilyen ragyogó programon vehetünk részt. Várjuk önöket 2008-ban is, itt a Széchenyi téren. Most pedig következzék zárásként Bokharnik Hegedűs a háztetőn című musicaljéből a Bordal, szólót énekel Csajági Szabolcs és Horváth István, vezényel Lakner Tamás. Köszönöm, hogy együtt lehettünk. Viszontlátásra! Thank you.
Kedves nézőink, ezzel véget ért 3 órás élő közvetítésünk innen a Széchenyi térről a szül és bor ünnepével kapcsolatosan. Természetesen a programok itt még nem érnek véget, hamarosan a Misina Néptánc Együttes következik, és őket is még számos érdekes program követi itt Pécsváros közepén. Engedjék meg, hogy munkatársaim nevében is szép estét kívánjak Önöknek, és természetesen a Pécs TV műsorán a Pontmával folytatjuk a ma estét. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!